Fenyőfa a lakótelepen, és fenyőfa az úttesten. Január 6-a vízkereszt napja. Ezzel a nappal véget ér a karácsonyi ünnepkör, és a farsangi veszi kezdetét. A hagyomány szerint ezen a napon kell lebontani a karácsonyfát, így a napokban a háztartásokból várhatóan több ezer fenyőfa kerül az utcára. Mikor bontjátok otthon a karácsonyfát? Ezen a héten valószínűleg már nagyon elkezdett hullani. A székesfehérvári lakosok karácsonyfáit már a napokban elkezdték begyűjteni a Depónia Kft. Munkatársai. A családi házas üvezetekben a fenyőfákat a kommunális hulladékkal együtt járatnapokon viszi el a szolgáltató. A tömbházas üvezetekben pedig figyelemmel kísérik, hogy mennyi fenyőfát helyeznek ki, és amikor összegyűlt a kellő mennyiség, akkor azokat külön gyűjtőautó szállítja el. Vízkereszt után több ezer karácsonyfa kerül ki Székesfehérvár utcáira is. Mint önök is láthatják, jelenleg is nagy a szél, ezért célszerű ezeket a fenyőfákat a gyűjtőedények mellé olyan szélvédett helyekre rakni, ahonnan nem csordódnak ki azok az úttestre. Erre egyébként a Depónia Kft. Munkatársai is felhívják a figyelmet, hogy ne fogadja hasonló kép az autósokat. A fenyőfákat a hulladékedények mellé kérik elhelyezni, úgy, hogy azok ne zavarják a közlekedést. A családi házas övezetekben a szállítási napon a kukaedény mellé, tehát amikor kiteszi valaki az edényét, akkor tegye ki a karácsonyfát is. A lakótelepi övezeteknél pedig a vegyes háztartási gyűjtőpontok mellé. A fenyőfákat január végéig helyezhetik ki a hulladékgyűjtő edények mellé a városlakók, az összegyűjtött fák struktúraanyagként és energetikai célokra kerülnek felhasználásra.